25 percünk van ma, és jó estét kívánok, és én nem is nagyon húznám a felkonfalit az időt a Bajnokok városában, mert hogy vendégünk Székesfehérvár sportot nagyon is szerető polgármestere Cserpalkovics András, akivel nagyon sok témáról lehetne nagyon sokkal több időt is beszélgetni, mint 25 perc. Szervusz, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, jó estét kívánok a nézőknek is, és hát igen, a sportról, különösen itt Fehérváron szerintem sokat tudnánk beszélgetni. Hát főleg, ha csak az elmúlt heteket nézzük nem volt meg. Unalmas. Így van, ugye volt rally, tesztfutás, itt volt ugye a Tour de Hongrie, tényleg számtalan sportesemény, és csak a közepén vagyunk a nyárnak. Eddig milyen, hát én tudom, hogy néha civilként is próbálsz szemlélődni, meg nyilván hivatalból is néha ott kell lenni, eddig milyen ez a sportos nyár? Szerintem szépen indult, vagy szépen alakul. Úgy látom, hogy jó hangulattal, jó versenyeket láthattunk, sok nézővel, azt gondolom az embereket megmozdította, aminek én mindig örülök, hogy rengeteg gyermeket, fiatalt látunk, akiket ezek az események biztos, hogy ösztökélnek abban, hogy sportoljanak, mozogjanak, az ő életüknek is legyen ez természetes része. Úgyhogy én akármelyik elemét nézem, ez mindenképpen pozitív volt. Van még előttünk pár izgalom itt a nyári időszakban, aztán amennyire rohan az idő, most még néha lehet beszélni bizonyos bajnoki idények végén az értékelésről, de aztán secpec alatt itt lesznek az új idények, vagy legalábbis, hogy ki milyen csapattal, milyen esélyekkel vághat neki mondjuk csapatsportágok esetében a következő idénynek. De ami még előttünk van, azt mondja, mindenképpen élvezzük ki. Hát mondjuk egy Gyulai memóriál az mindenképpen olyan, amire szerencsére nagyon sokan kíváncsiak. Biztos, hogy sok érdeklődő lesz, és hát megint csodálatos világsztárokat és magyar versenyzőket, és fehérvári fiatalokat is láthatunk például azon a versenyen is. És ugye előtte meg lesz az amatőröknek pont a Fehérvár félmaraton, ahol ami pedig megint ugye... sok embert láthatunk majd biztos, és mutatja azt, hogy igenis mennyire össze lehet kötni, sőt össze is kell kötni élsportot és szabadidősportot, utánpótlássportot és diáksportot, hogy ezek egymásra épülnek. Ma valaki fut egy amatőr futó versenyen, utána pedig egyébként elmegy és megnézi a világ legjobb atlétáit, és ez szerintem nagyon-nagyon szépen igenis összefésülhető, mind ahogy abban is bízom, hogy azon emberek között, akik mondjuk a Tour de Hongrie-nak a gyönyörű fehérvári befutóját annak izgalmával, szépségeivel élőben látta, vagy adott esetben a tévén keresztül csodálta a városunkat, egyúttal pedig kedvet is kapott arra, hogy maga is kerekezzen. Hát én biztos, hogy benne sokan kezdtek el kerékpár ajánlatokat nézni egy-egy ilyen esemény után. Milyen érdekes lenne, lehetne mérni, hogy mondjuk a verseny idején egyébként a keresőprogramokba, a kerékpározással kapcsolatban milyen arányban fordultak elő megjelent keresések. Biztos vagyok benne én is, hogy jó népszerűsítése volt a kerékpározásnak is. És ha már említetted ugye, hogy már csak nagyon kevés időnk van tényleg arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt szezonokra, vagy a szezonra a különböző csapatok esetében, mert ugye tényleg hát a Vidi most már hamarosan elkezdi az Európa Ligában, akkor nagyon picit pár mondat erejéig azért érjünk vissza. Voltak ugye sikeresebb történetek, voltak kevésbé sikeres történetek. Kezdjük akkor a rosszal, hogy haladjunk a jó felé, vagy a kevésbé jóval. A kosarasok nem túl szép szereplésével, és ugye hát az, hogy jelen pillanatban aktuálisan, hogyha a híreknek lehet hinni, akkor nem nagyon van a fiatalokon kívül igazolt játékosa a csapatnak. Először is mondjuk ki, hogy ez az idény, bajnoki idény tekintve biztos egy kudarc, tehát ezt az Albafehérvártól nem tudjuk elfogadni, ezt szurkolóként, városvezetőként is mondhatom, ennél biztos jobb szereplésre számítottunk, és hát a nemzetközi kupa szereplés viszont egyébként nagyon szép volt, tehát ott biztos, hogy érdemes azt értékelni, hogy hogy történhetett meg az, hogy egyébként mondjuk egy jóval esélyesebb, jóval erősebb játékos állományú, jóval nagyobb költségvetésből gazdálkodó mondjuk Bonnal kifejezetten jó meccseket eredményesen vív meg a csapat, majd utána három nappal egyébként kikap a Soprontól. Tehát, hogy ez biztos, hogy fel kell oldani. Nyilván ilyen idény is van, annyi talán jó hírem lehet, hogyha visszaemlékszünk, volt pár évvel ezelőtt egy olyan idény, amikor nem jutott szintén a rájátszásba a csapat hosszú idő után először, és az azt követő évben jött az ezüstérem, azt követte pedig a bajnok, újabb bajnoki arany és kupa arany. Tehát ha most ez lesz, akkor is a rossz levest már megettük, úgyhogy jöhet most a egyre finomabb a következő években. Hát várjuk meg a bajnokság lezárultát, hiszen bizonyos igazolások talán ahhoz kötődnek, hogy mindenki befejezze a bajnokságot, akár most a bajnoki döntőt játszott csapatok is, és utána érdemes értékelni. Azt azért hozzá kell tennünk, hogy sajnos nagyon kevés az igazán jó, értékes magyar játékos, ezáltal rettenetesen drágák,
nagyon nagy értük a verseny, és nagyon nehéz közülük valakit megszerezni. Itt is szeretnék egyébként Loránd Péternek köszönetet mondani az itt töltött évekért. Azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon nagyban járult hozzá ahhoz, hogy azon nehéz idény után a csapat elindult fölfele. Az idei esztendő sem hiszem, hogy rajta múlt volna, sok sikert neki Pakson. Mi mindenképpen nagyszerű játékosként fogunk rá emlékezni, és azért abban bízom, hogy nyáron még érkeznek nagyszerű játékosok Fehérvárra. Ez szükséges is, ez akár külföldi játékosokat, akár magyar játékosokat is érintsen. Az látszik, hogy még így is, hogy nem lesz nemzetközi kupa szereplés a következő idényben, így is azért egy jó, erős, 10 fős csapatra biztos, hogy szükség lesz, hogy az idényt végig lehessen vinni, és még akkor is benne van az, ami a Szolnokkal történt, hogy pont az utolsó hetekben olyan sok sérültjük van, hogy aztán hiába gondolta őket mindenki torony magasan bajnok esélyesnek, a döntőbe sem jutnak be. Én egy valamire mindenképpen reményként azért fölhívnám a figyelmet, hogy van egy nagyon-nagyon komoly és nagyon tehetséges fiatal mag. Őket jól kell tudni menedzselni, jól kell tudni beépíteni a csapatba, és ez a következő években nagyon szép eredményeket okozhat, eredményezhet. És ugye a jégkorong ezt megtette, és nem véletlen az, hogy amennyire a kosara sok éve nem túl sikeres, szerintem a jégkorong évét kifejezetten sikeresnek lehet nevezni. Hát akkor ugorjunk is rájuk. Ott volt egy Ebel rájátszás, megint nem sokon múlt. Hogy átlépjünk azon az árnyékon, ami végre most már... meg volt a rájátszás. Igen, ez nagyon fontos dolog. Előrelépés volt. Szerintem az egész bajnokság szép volt, rengeteg jó hangulatú, nagyszerű mérkőzéssel, győzelemmel, sok fiatal beépítésével, ami mindig nehéz, de egyben nagyon fontos és szép feladat. És igen, megint egy pici hiányzott. Lehet, hogy részben akár a fiatalságból is következett ez a pici, jövőre azért már jóval nagyobb tapasztalattal szerintem egy jó erősítés után lehet folyamatosan azokat az álmokat egyre szebben megfogalmazni. Ugye azért, ha már Loránd Péterről beszéltünk, akkor beszéljünk itt Hári Jánosról, aki nagyszerű éveket tudhat maga mögött, fantasztikus sokat tett azért, hogy ez a fiatal Csikó csapat az igenis odaérjen a rájátszásba. Ő ugye nem lesz a következő idényben. Sok sikert neki, hiszen egy jóval erősebb bajnokság, jóval erősebb csapatában megy, azért a magyar jégkorongnak ez fontos, de én bízom benne, hogy adott annyi tartást, tudást, hozzáállást a fiataloknak, amit ők már ebben az idényben tudnak majd kamatoztatni. Emellett én úgy látom, hogy azért az igazolások nem sikerültek rosszul, mondjuk furcsa jégkorongról beszélni így 30-35 fokban, de minden esetre hamar itt lesz már a jeges szezonnak a kezdete, és hát majd az emléktornád utána meg a bajnoki rajtnál látjuk, hogy is sikerült a csapat összeállítása. Amit kiemelnék, hogy az utánpótlásban is gyakorlatilag egy korosztály kivételével minden magyar és osztrák bajnoki címet az akadémiánk az elhozott és megnyert. Az az egy is ezüstérmet szerzett, tehát, és az is megnyerte a párját ennek a ligának, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez biztosítéka annak, hogy a következő években is folyamatosan jönnek elő a tehetségek, őket be kell építeni, és szerintem ez nagyon szép és fontos példát mutathat a többi csapatsportág vonatkozásában is. A fiataloknak meg kell adni az esélyt és lehetőséget. És a fiatalok pedig megkapják az esélyt és a lehetőséget például a női kéziseknél is, akiknél tulajdonképpen néhány gólon vagy egy-egy mérkőzésen múlt az, hogy most nem arról beszélünk, hogy óriási meglepetésre nemzetközi kupameccseket kellene valahol játszani. A köfényben ez ugye elég nehéz lenne, de ugye ott is hamarosan épül a közös kosárkézicsarnok a kampusz kötelékében. Tényleg ha már az előbb beszéltünk a kosárlabdáról, és ugye ott most hát mondjuk ki azért a szurkolók egy jó része próbálja elverni a port Balázs Imrén, akkor ugye a kéziseknél szintén Balázs Imre az elnök, ott például azt gondolom, hogy ebben a tekintetben lehet dicsérni, hiszen ott van egy szisztematikus építkezés az elmúlt 2-2,5 évből, amikor előkerültek azok a fiatal magyar játékosok, akik most már alapemberei tulajdonképpen, akár Boldizsár Biankát mondjuk, ennek a mostani csapatnak, amely tényleg, én azt gondolom, hogy várakozáson felül teljesített, hiszen a tavalyi szezonhoz képest ugye egy helyezést előrelépett, pontszámban is többet gyűjtött, a papíron pedig azt gondolom, hogy talán gyengébb lett, hiszen légiósok távoztak a tavalyi szezon végén. Szerintem ez egy szép idény volt női kézilabda tekintetében, valóban a fiatalok éltek a lehetőséggel, szépen fejlődtek, és volt olyan időpillanat,
pillanat a bajnokság végén, amikor még az a nemzetközi kupa szereplés is ott volt lehetőségként, amire azért szerintem nem sokan számítottak még a bajnoki idény előtt. Ha ezen az úton tovább tud menni ez a csapat, akkor szerintem jövőre meg lehet az a helyezés, ami nemzetközi kupát érhet. Azért a világ legerősebb női kézilabda bajnokságában, mert nem biztos, hogy ez az élet természetes rendje, de minden esetre a női kézilabdában biztos, hogy ez a bajnokság a legerősebb, és ebben ez a Csikó csapat, talán nevezhetjük így is, szerintem nagyon szép eredményt ért el. A tapasztaltabb magyar játékosoknak és egy-két tapasztalt, jó minőségi külföldinek köszönhető, szerintem ez egy szép idényzáró csapatmunka volt. Én abban reménykedem, hogy itt is ez a fejlődés ez töretlen tud lenni, és valóban az új kosár és kézi csarnokban sokszor lehet majd a megtelt táblát kitenni, és nem csak azért, mert jön a Győr, és sokan kíváncsiak a Győrre, hanem azért, mert van egy olyan csapatunk, amire oda lehet figyelni, oda kell figyelni, amire büszkék lehetünk, és ahova egyébként jöhetnek azok a fiatalok, akiket egyre nagyobb számban tud a kézilabda is megszólítani. Egyébként ez a kosárlabdára is igaz. Nem mennék bele a két akadémiás kérdéskörbe, vagy a két utánpótlás kérdéskörbe. Sokan szeretnék. Aki ismer, tudja, hogy én ettől nem vagyok túlságosan boldog, de legalább a békés egymás mellett érést úgy érzem, hogy most e tekintetben elértük kosárlabdába is, és az viszont pozitív, hogy ebben a pillanatban a két kosárlabda közösség jóval több gyereket szólít meg, mint korábban bármikor. Sok száz gyerek kosárlabdázik, vagy éppen kézilabdázik, és ez mindenképpen az egyik alapvető, hogy az önkormányzatnak miért van dolga a sport területén túl a közösség formáláson, ugye a gyerekek megszólítása tekintetében is. És csak azért annyira hagy reagáljak, hogy sokaktól kapok én is a tekintetben megjegyzést, hogy miért nem lépünk, és hogy miért nem akar a polgármester más klubelnököt. Tehát itt szeretném rögzíteni, hogy itt civil szervezetekről van szó. Én szerintem nem kellene azoknak az időknek visszatérni, amikor civil szervezetek vezetőiről a városházán hoznak döntéseket. Én legalábbis ezt nem szeretném. Emellett az önkormányzatnak lehetnek elvárásai, hiszen támogatóként a legnagyobb támogató továbbra is az önkormányzat, legalábbis mondjuk a jégkorong, vagy a kosárlabda, vagy éppen a kézilabda tekintetében. És azért itt megint ketté bontanám ezt a kérdéskört, hiszen az egyik kérdéskör valóban a nagy csapatoknak a bajnoki szereplése, de legalább ennyire fontos ehhez kapcsolódó az utánpótlás kérdése, a nézőszám kérdése, de azért a másik oldalon van egy gazdálkodási kérdés is. És én nem szeretném még egyszer megélni azt, hogy 100 milliós nagyságrendben nem tud klub elszámolni adott esetben mondjuk az MI irányába, hogy utána mi meg ne kapjuk önkormányzatként vissza a forrásainkat, mert ezek is történtek az elmúlt időszakban. Ezekről nem beszéltünk, mert nem szeretnénk adott esetben ezzel bosszantani az embereket, de azért fontos, hogy egy klubnak szakmailag, de jogilag és pénzügyileg is rendbe kell lenni. Vagy egy akadémiának. Ez is fontos, vagy egy akadémiának. Az is fontos, hogy a helyi közösség érdekét képviselje mindenki, hogy a helyi közösségnek neveljük a gyermekeket és a fiatalokat, és abban gondolkodjunk, hogy az innen kinövő fiatalok először az itteni csapatainkba, felnőtt csapatainkba kapjanak lehetőséget. Az infrastruktúra tovább fog fejlődni, tehát én bízom benne, hogy mindegyik akadémiának, mindegyik utánpótlás műhelynek meg lesz az az óraszáma tornatermekbe, sportcsarnokokba, kinti pályákon, ami szükséges ahhoz, hogy fejlődni tudjanak. Én arra kérem a közösséget, akár a civil szervezeteket is, hogy ennek egyszerre az emberségére, az egymásra való odafigyelésére, jogi, pénzügyi és sportszakmai fejlődésére is figyeljünk oda. Csak olyan sportág, amelyet, hogyha kikapunk a szlovákoktól, akkor éppen ütni, vágni illik, hogyha megverjük Azerbajdzsánt idegenben, akkor pedig tényleg kis túlzással hurrá hangulat üli meg az ország lakosságát, de mi itt Fehérváron pláne büszkék lehetünk erre a labdarúgó idényre, és nem csak azért, mert Pátkai ebben az elmúlt pár hónapban két nagyon fontos válogatott meccset is eldöntött, hanem a Vidi-okán is, vagy MOL-Fehérvár. FC, vagy... Amikor még beszélgetünk, akkor még a Vidit használjuk, aztán a július 1-től a Fehérvárt. Valójában ugyanarról beszélünk. Erre mondanák otthon a tévénézők, hogy jó része a Vidi szurkolók, hogy minden esetben a Videótorról beszélgetünk. Videótorról beszélgetünk, a Vidinek szurkolunk, és fehérváriak vagyunk. És talán ez egy kicsit össze is fogalmazunk. Azért azt hozzá tegyük hozzá, hogy azért közben pedig nem baj, hogyha vannak támogatók és szponzorok, mert anélkül pedig eredményekről nem fogunk tudni beszélni.
és szerintem az, hogy Közép-Európa második legnagyobb cégcsoportja az beállt a fehérvári labdarúgás mögé, azért ez egy óriási lehetőség a város számára is, a klub számára is, szurkolók számára is. Én úgy érzem, hogy most azért szerencsére mindenki így fogja föl, talán megszülettek a kompromisszumok, az RBD visszatért a stadionba, és azért ezt láttuk mondjuk a Kispest elleni kupadöntőn is, hogy ez milyen hangulatot jelent. Egyébként itt a Kispest szurkolók is fantasztikusat alkottak, ha lehet így mondani, egy igazi kupadöntős hangulat volt, jóval több mint 10 000 emberrel, két jó táborral, egész sportszerű szurkolással, egy rossz játékvezetéssel, de most azt tegyük zárójelre, mégis megnyertük a kupát. És ezáltal szerintem magára az idényről elmondható, hogy ez egy szép idény volt. Kupagyőzelem és egy extra nemzetközi kupaszereplés, szerintem ez rendben van. Az ezüstérem azért jó pár évig mit nem adtunk volna egy dobogós helyezésért. Hát most a Fradi szerintem jobb volt, úgyhogy most gratulálok neked. Köszönöm. Jövőre szépen. Majd te fogsz újra nekünk, legalábbis reményeink szerint. Viccet félretéve, azt mondom, hogy a Fradi most azzal jobb volt, hogy stabilabb volt, és azokat a meccseket, amit egy ilyen csapatnak hozni kell biztosan, hazai pályán vagy idegenben, azt a Fradi hozta, mi meg nem mindegyik meccset hoztuk ezekből. Ez volt most a különbség. Amit viszont látni kell, hogy van két olyan csapatunk, ami mögött ott van az a stabil háttér, amivel a nemzetközi kupa szereplések vonatkozásában is nem egy-egy kifutott eredményről beszélhetünk, remélem a jövőben, hanem igenis olyan eredményről, amire már lehet jó értelmet számítani, és bármilyen furcsa, még a viták ellenére is azt mondom, hogy a két klub részben egymásra is utalt, hiszen a nemzetközi szinten akkor lehet kedvező pozíciókból indulni, ha az egész magyar labdarúgás ér el olyan eredményeket, hogy kedvező pontszámítások alapján lehet kiemelt rendszerbe bekerülni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy mind a két csapat, és tegyük ide most még az Újpestet meg a Debrecent is, tehát mindegyik nemzetközi kupába induló csapat az jól szerepeljen idén, mert az az össz magyar labdarúgás érdekeit fogja szolgálni. Hát Pátkonyak, mit kívánhatnánk, mint sok ilyen fontos volt a Vidibe, és sok ilyen fontos volt a válogatottba, és azért a horvátok legyőzése, Wales legyőzése, az jól mutatja, hogy ha van egy edző, aki képes lélektanilag, fejben fölkészíteni egy csapatot, akkor azért azzal a mai labdarúgásban, ami nagyon sok esetben a szervezettségről szól, nem önmagában, csak az egyéni képességekről, mert tehát nyilván mondjuk egy horvát válogatottnál azért vannak azért fantasztikus játékosok, de látszik, hogy szervezettséggel, akarattal, szívvel, egy jó szurkolótáborral azért nagyon sok különbség ellenére is lehet eredményt elérni. Nagyon nagyszerű dolog lenne, hogyha újra ki lehetne jutni az Európa-bajnokságra. Hát erről majd ősszel kiderül, és akkor hazai pályán is lehetne szurkolni, mindahogy szerencsére lesznek mindenféle válogatott mérkőzések, remélhetőleg akár utánpótlás világesemény tekintetében is Székesfehérváron egy év múlva, ugyanúgy, mint ahogy egyébként az amerikai fociban, meg az egyetemi világbajnokság, és ezekre az eseményekre is szükség van ahhoz, hogy a sportot szerető emberek igazi közösségként járhassanak ilyen eseményekre, és ott adott esetben mindenki közösen szurkolhasson a magyar csapatoknak, a magyar válogatottnak. És ha már a válogatottról beszéltünk egy picit, és arról, hogyha van egy jó edző, akkor látszik, hogy hova lehet eljutni, vagy lehet eredményeket elérni, akkor ugye van a válogatottban nagyon fiatal, nagyon tehetséges játékos, aki pedig éppen innét Fehérvárról indult, és most pont azért tart itt, mert egy picit más utat jár be, mint mások, vagy sokan ebben az országban, és látszik, hogyha megkapja 11, 2, 3, 4 évesen valaki a megfelelő alapokat, akkor eljuthat oda, hogy 18 évesen egy Red Bull Salzburg alapembere tud lenni, és 12 millió euróra tagsálja. És már Juventusról, meg Arzenálról, meg ilyen igen, csapatokról lehet Szoboszlai Dominik. Fehérvári, legyünk rá büszkék, szurkoljunk neki duplán, hiszen valóban egy zászlós hajója a fehérvári sportnak, és hát még mekkora karrier állhat előtte, és most már ugye a válogatottban is egyre többször tudja magát megmutatni. Ez egy nagyon nagy dolog, és azért hitet ad az egész magyar labdarúgásnak, azon belül a fehérvári sportnak is, hogy azért az utánpótlásnak mégiscsak van jelentősége, van benne lehetőség is, és hogyha megfelelő szakemberek vesznek körül fiatalokat, ha megfelelő körülmények között dolgozhatnak, és nyilván a fiatalok nem csak tehetségesek, hanem ott van az akarat, az elszántság, és akkor igenis el lehet jutni Székesfehérvárról. Hát nem tudom, hogy most Londonba vagy Torinóba, ez majd kiderül, de hát önmagában az, hogy egyáltalán ez fölmerül, ez már szerintem egy nagyon nagy dolog. Én annak szurkolok, hogy ő meghozza a jövőben is a jó döntéseket, és az ő stábja, szülei, az ők öt körülvevő emberek, akiknek ezúton is gratulálok szívből, és azt gondolom, hogy ők is nagyon-nagyon nagy munkát fektettek abba, hogy itt tartson a gyermek,
hogy a jövőben is jó döntéseket hozzanak, mert azért voltak ilyen tehetségeink, csak aztán úgy döntöttek, hogy Frankfurtból inkább az Olympiakoszba mennek, mint hogy mondjuk egy évvel később a Juventusba. És önmagával nincs ezzel baj, csak ebből aztán nem jön ki az, ami kijöhetett volna. Ezért nem mindegy, hogy a tehetséget hogy tudnak menedzselni. És egyébként ebben a városnak is van fontos szerepe, mert nagyon fontos, hogy a tanulás lehetőségeit is bővíteni tudjuk. Tehát, hogy el tudjuk érni, hogy azok a fiatal fehérvári tehetségek, vagy az itt ide érkező más, mondjuk jégkorongból ugye nagyon sokan jönnek máshonnan ide, de kosárlabdából is, labdarúgásból is, hogy ők adott esetben itt tovább is tudjanak tanulni. Tehát, hogy ott legyen a tanulás lehetősége a maga a sport lehetősége mellett, hiszen nem lesz mindenkiből élversenyző, sérülés is jöhet, lehet, hogy a végén kiderül, hogy nagyon ügyes, nagyon tehetséges, nagyon elszánt, de egy nagyon pici dolog hiányzik, hogy ebből egyszer majd meg tudjon élni, de még ha meg is él, akkor is a játékos pályafutásnak 35-38 éves korban biztos, hogy vége van, és utána még nagyon sok aktív év van. Ezért nagyon jó az, ha már az Albafehérvárról beszéltünk, hogy ott a Corvinusszal, az Óbudai Egyetemmel igazi stratégiai együttműködésben a csarnoképítés, az iskolai háttér megteremtése az ott van. Remélem ezt többi klub is követi, és abban is bízom, hogy előbb-utóbb valamilyen sportösztöndíj rendszerrel tudjuk ezt egyébként támogatni. Ez igaz lehet városként is, és igaz lehet adott esetben az állami finanszírozás tekintetében is. Beszéljünk akkor egy picit a jövőről. Hát van egy kérdés, amit szerintem az elmúlt években havi rendszeressége, de lehet, hogy heti rendszerességgel megkapsz. Mi újság a jégcsarnokkal? Csarnok. És pont, nem is tudom, hogy vagy a Tour de Hongrie, vagy kint a teniszpályán valahol hallottam, hogy valaki meglátott, és ez volt a lendületből az első kérdés, pedig jég meg jégkorongozó közel távol nem volt. A kórház, a csarnok és a kampusz kérdéseit szoktuk megkapni. Most már egy kicsit kiegészül ez a kosárkézi csarnokkal egyébként. Ugye az utóbbi az szépen megy előre arra, a források rendelkezésre is állnak. A jégcsarnok esetében ugye van egy nem csak jogerős építési engedélyünk, hanem egy kiviteli tervünk is. Sajnos a piac ezt nagyon-nagyon magasra árazta. Én úgy érzem, hogy most fog készülni a kormány jóváhagyásával egy alternatív terv, nem egy 6000-es, hanem egy 4-4200-as csarnokra, de hozzá tartozik, hogy a nagy csarnokban nem lett volna, a kisebben lenne egyfajta ilyen edzőpálya lehetőség is, és megnézzük, hogy a piac ezt hogyan, milyen formában fogja beárazni. Azt szeretném rögzíteni, hogy a megállapodásunk a kormánnyal élő és hatályos. A kormány támogatja és szeretné megvalósítani, illetve ezt segíteni a fehérvári jégcsarnokot. Senki nem vitatja, mondjuk nehéz is lenne, hogy a magyar jégkorongnak az ászlóshajója az nem a Fehérvár AV19, és a mögötte lévő utánpótlás akadémia, úgyhogy én azért bizakodó vagyok. Én úgy gondolom, hogy a nyári időszakban választ fogunk arra kapni, és ősszel erről tudunk beszélni, hogy akkor a két csarnok közül melyik, és milyen ütemezéssel tud megvalósulni. Egyébként azt kezdjük tapasztalni, hogy mintha az építőipari áraknak az emelkedése az csökkenőben lenne, sőt, mintha itt lenne egy kiszámíthatóbb jövőkép, és ez sokat segíthet ennek a fejlesztésnek a sorsán is. Még egyszer, ez meg fog valósulni. Azért tényleg azért kérem a bizalmat, akár az állam irányába is, ha szabad így fogalmazni, mert az atlétika centrum meg lett ígérve, elkészült, a stadion Sóstóval együtt meg lett ígérve, elkészült, csónakázótó meg lett ígérve, elkészült, tornatermek újultak meg, külső pályák épültek, túrozsák újult meg, vagy készült el, most el fog készülni ugye a Palotavárosnál ugyanez a fejlesztés, a kosárkézi csarnok ugye részben társasági adó kedvezményből valósul meg, tehát ugyanúgy az állami támogatás, a szövetségi támogatás benne van, az úszoda bővítésnek a tervezési folyamatát elkezdhettük vízilabda szövetség, magyarul állami támogatásból, úgyhogy meg fog valósulni a jégcsarnok is Fehérváron. Mikor? Ugye ez, gondolom, ez szokott lenni a következő kérdés? Maga az építkezés az körülbelül másfél év, tehát ha most elindíthatjuk a nagy csarnoknak a kivitelezési közbeszerzéssel járását, az körülbelül egy fél év, és utána körülbelül másfél évre a megvalósítás, tehát ez mondjuk két év. Ha át kell terveznünk 6000-esről mondjuk 4200, 4500, 4000, tehát körülbelül ekkorára a csarnokot, akkor ez körülbelül egy fél évvel hosszabb, mert ennyi a terv átdolgozása és az engedélyeztetés. Tehát ha most számolunk, akkor ez 19-20-21, én úgy gondolom, hogy ez 21-22-ben átadásra kerülhet. És egyébként azért is kéne, mert a Raktár utcai
ördögkatlan, ami a miénk is nagyon szeretjük, és fantasztikus hangulatú, de hát azért nem feltétlenül mindenben felel meg a 21. század kihívásainak. Arra folyamatosan és egyre nagyobb összegeket kell költeni, ha oda továbbra is 3000 embert szeretnénk hétről hétre beengedni. Most is a közgyűlés egy 60 millió forintos fejlesztésről döntött, mert egyszerűen muszáj bizonyos elemeket megvalósítani ahhoz, hogy akár az EBEL elfogadja, vagy akár mondjuk utánpótlás európai vagy világeseményt lehessen tartani a fehérvári jégcsarnokban. Nagyon sok mindenről nem beszéltünk, meg nem is nagyon van már műsoridőnk, de ugye említetted például a Túrózsáki utat, ugye a Palotavárosi Dalvaknál van-e még tervben olyan közösségi tér, ahol, mert az látjuk, hogy nagyon sokan mozognak, sportolnak, futnak szerencsére a városban, ahol a következő években fejlesztések várhatóak. A lakossági fórumokon is, a Facebook, Instagram felületen is nagyon sok ilyen ötlet érkezik. Ezek közül nagyon sok fitness játszótérre vonatkozó ötlet különböző korosztályoknak, úgyhogy itt keressük a területeket, és itt folyamatosan helyezünk el. Szeretnénk Alsóvárosban, Maroshegyen, ugyanúgy, mint keressük a lehetőséget a város más területein is. A palotavárosi tavaknál már a pályáztatás alatt van a terület, tehát ott el fogjuk tudni kezdeni még idén, és jövő évben be is tudjuk ott fejezni. Az egy kifejezetten jelentős beruházást fog jelenteni, hiszen olyan, mint a Túrózsáki út, csak annál jóval nagyobb sportolási terület. És hát az állam írt ki futókör kialakítására pályázatot, úgyhogy a Haleszt nyújtottuk be. Ez körülbelül fele részben állami, fele részben önerős önkormányzati forrásból valósulhat meg, ha ezt a pályázatot az önkormányzat elnyeri. De itt érdekes, hiszen beszélgettünk róla, hogy itt mindig a borítás tekintetében is kialakulhatnak különböző vélemények, de az egyértelműen látszik viszont, hogy ahol valamilyen sportolási közösségi teret létrehozunk, ott az ember is megjelenik, és ami nekem nagyon tetszik, hogy közösségek alakulnak ki. Hát elég csak az atlétika centrumra gondolni, amiből nagyon sok ilyen jött, alakult ki. A triatlon esetében biztos vagyok benne, hogy a csónakázó tónak az elkészülte, az segítette ennek a sportágnak a fejlődését. Nem csak azért, mert versenyeket tud rendezni, hanem azért is, mert láthatólag bővül az a kör, aki ezt a bizony kihívásokkal teli sportágat választja. És ez pedig, ha mondjuk a padlásra gondolunk, akkor pedig teljesen más típusú közösségi programokat és közösség erősítést is eredményezhet, mert hogy a sport ereje az mindenképpen erről is szól. És nekem még egy dolog eszembe jutott így az adás végén, hogy ugye sok olyan beruházásról beszéltünk, ami részben önkormányzati, részben állami, de ugye innét a médiacentrumtól nem is olyan messze, ugye épül valami, ami most már majdnem készen van, amelyben aztán, ahogy én tudom, sem önkormányzati, sem pedig állami forint nincs, vagy nem nagyon van, ugye a Kiskút teniszklub fedett csarnoka, hogy vannak még olyan elvetemült emberek, mint Viszló Csaba. Igen, van azért benne önkormányzati támogatás, talán lesz majd a működtetés az állami is, de az biztos, hogy ezek egyike sem lett volna elegendő. Hát talán a tervezésre igen, de hogy ez megvalósuljon, arra biztos, hogy nem. Tehát az alapfelvetésben teljesen igazad van, Viszló Csaba egy kis miniatűr csoda ebben a pillanatban a sport területén, mert nem arra várt, hogy az önkormányzat, az állam, hogy valaki valahonnan érkezzen a holdról és csináljon valami, hanem ő egy nagyon-nagyon nagy, grandiózus vállalkozásba fogott, csinált egy olyan teniszcsarnokot, ami nem csak Magyarországon nincs több, hanem közép-európai szinten is biztos vagyok benne, hogy jegyzett teniszcentrummá teszi a Kiskutat, és nem tudom, hogy ezt majd milyen nyelveken hogy fogják tudni értelmezni, de azért talán erre is lesz lehetőség. És mellette 1000-1500 gyermekteniszéről gondoskodunk közösen egyébként az állam, az önkormányzat és Csaba edzőkkel, edzőképzéssel, biztosít válogatott játékosok fognak felkészülni, nemzetközi porondon is jegyzett magyar, vagy adott esetben nem csak magyar játékosok fognak Fehérváron edzőtáborozni, és dolgozunk azon, hogy más sportágoknál megjelentek különböző nemzetközi események, úgy ezt a csodálatos infrastruktúrát is tudjuk erre használni, akár női, akár férfi vonalon. És még egyszer nagyon-nagyon-nagyon jó példát adott Csaba arra, amire nagyon sokaknak szerintem már lenne lehetősége Székesfehérváron, hogy fölvállaljon közösségi finanszírozást. Tehát túl azon, hogy közben adott esetben egy része üzleti vállalkozás, mert az is, ezzel semmi probléma nincsen, túl azon ez a szélesebb vett közösségnek is ad valamit. És én arra biztatok mindenkit, hogy akinek erre van lehetősége, hogy kövesse a Csabát ebben,
nem elfelejtve, hogy ő túl azon, hogy most a teniszt így fölkarolta, mindig is segítette a jégkorongot az utaztatás vonatkozásában, különösen az utánpótlást, az amerikai focit segíti, és nem tudunk úgy hozzáfordulni sportterületén, hogy aki segítségre szorul, és ő ebben tud segítséget nyújtani, ne biztosítsa nekik ezt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg jó, hogy erről beszélünk, mert megérdemli ezúton is a köszönetet. Segítsük őt azzal, hogy minél többen teniszeznek, az neki egy bevétel, és akkor abból a újabb álmait is meg fogja tudni valósulni, mert úgy hallom, hogy most készül el valami csodával, de már új csodában gondolkodik. Nem nyugszik. Ez egy jó végszó volt, én azt gondolom. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hát szerintem hamarosan találkozunk majd, mert tényleg sok mindenről nem beszéltünk még, és hát néhány hét, és kezdődnek a különböző bajnokságok, vagy hát mondjuk jégkorong kosárlabda esetében mondjuk 2-3 hónap, de az is itt van már a nyakunkon, úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget, a fehérvári sportról mindig jó beszélgetni. Önöknek pedig a figyelmet, köszönjük szépen, ez volt a Bajnokok Városa. Legközelebb ezzel a műsorral egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!